A hangya és a darázs első előzetesen lerántotta a leplet a filmek új gonoszáról, az ijesztő szellemről. Bár csak néhány pillantást vethetünk rá, tudjuk, hogy a filmben Hannah John Kamen alakítja a Marvel képregények karakteréről mintázott gonoszt. De miért jelent fenyegetést a szellem a hangya és a darázs számára, és mire is képes pontosan? A képregényekben szellem egy tehetséges feltaláló és hacker, aki kiválóan ért a technológia nyelvén. Igen, eredetileg férfi a karakter, aki egy olyan páncélt tervez, ami viselőjét emberfeletti képességekkel ruházza fel. Képes például megfoghatatlanná válni, valahogy úgy, mint Kitty Pryde. Láthatatlanná is változhat, de a két képességet nem képes egyszerre gyakorolni. Úgy tűnik, hogy ezek a képességek a filmváltozatban is jelen lesznek. Ez különösen jól jön szellem számára, amikor észrevétlenül próbál beosonni különböző vállalati irodákba. A karakter ugyanis előszeretettel keseríti meg a legnagyobb iparmágnások életét a Marvel világában. Tony Stark például gyakran kerül a szellem cél keresztjébe a képregényekben, a filmben persze várhatóan Scott Lang és barátai töltik be ezt a szerepet. A karakter felszerelése megnehezíti a vele folytatott harcot, ezt a leckét a Vasember is megtanulta az évek során. A szellem később további extrákkal turbózta fel a ruhát, hogy ellensúlyozza annak gyengeségeit, képes lett agyrázkódást kiváltó csapásokat mérni, elektromosságot kibocsátani, gránátokat és bombákat szórni. Egyelőre keveset tudunk arról, hogy a karakter miként tűnik fel a hangya és darázsban azon túl, hogy ezúttal a hangya ellenlábasa lesz és nem a vasemberé. Várhatóan szellem ezen verziójának is az iparmágnásokkal lesz problémája, ám ezúttal talán Hank Pym lesz a fő célpont. Mivel a karakter eredetét egyébként is homály fedi, férfiből nővé váltása nem igazán jelent nagy különbséget. Van azonban egy elméletünk, hogy mi állhat a döntés mögött. Az előzetesben egy pillanatra láthatjuk Lawrence Fishburne-t, amint a valamilyen átalakuláson vagy kísérleten áteső szellemet figyeli. Fishburne Bill Foster-t alakítja a filmben, akiből a képregényekben Hank Pym után a második óriás lett. Mivel a hangyafilmekben a szülő-gyermek kapcsolatok kiemelt szerephez jutnak, lehetséges, hogy szellem valójában Fishburne karakterének lánya. Ha belegondoltok, ott van Hank és Hope Pym, valamint Scott Lang és a lánya, a mintába pedig beillene Bill Foster és a lánya, akik az egyenlet gonosz oldalát képviselnék. Hogy az elméletünk mennyire állja meg a helyét, az augusztus 9-én kiderül. Köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!